Szúr! Mi volt el, édesem? Orf kezek megbántanak, s háróhajtó hatalommal ellenségim játszanak. Cukor Balázs rendezésében Vörös Marti Mihály örökbecsű klasszikusa, a Csongor és Tünde előadása mindenképpen meglepetést tartogat a színházbarátoknak, hiszen ebben a különleges előadásban az eredeti szöveg a szerző eredendően néphistóriából kiinduló darabja találkozik azzal a többrétű szimbólumrendszerrel, amely az élet két ellentétes világának kapcsolódási pontjait tárja elénk, egyfajta jövőképpel dúsítva. Arra tettünk egyfajta kísérletet, hogy ez a nagyon szép anyag, ez hogyan kapcsolódik a jelenlegi világunkhoz, és Vörös Martiból bizonyos szempontból ezen az anyagon keresztül azért egy erős kiábrándultság sugárzik, és ezt próbáltam valahogy áthelyezni a mai korunkba, hogy miféle jövőképünk van a világról, mi lesz itt 20-30 év múlva, hogy bennünk is van-e kiábrándultság. Úgyhogy ezért próbáltam ezt a formát választani. A napjainkban is fajsúlyos kérdések, Csongor jelképes útja Tündérhomba, a boldogság keresés útja, amely mesei mitikus térben és időben az emberi boldogság elérésének nehézségeit, lehetőségeit mutatja be Cukor Balázs rendezésében, kicsit másként. Tulajdonképpen ezzel a bolygóval, ezzel az élettel, hogy akár szellemileg, akár fizikálisan, hogy mennyire rongálják és tönkreteszik, és hát ő, mint egy ő, a sötétség, abból születik a fény, ezt őt megteremti a földet, és mint egy bibliai kép tulajdonképpen. A filozófiai tartalmú kérdésfelvetés és a szimbolikus alakok megjelenítése kicsit rendhagyó módon, de gondoskodó tisztelettel teszi fel a korunkhoz is kapcsolódó kérdéseket, mi adhat értelmet az életnek, miben rejlik az emberi boldogság. A címszerepeket alakító Erdés Lili és Sarádi Zsolt Cukor Balázs rendezésében minden esetre hiteles és jövőbe mutató választ kap és ad a kérdésekre. Nyugodjál a parok közt, és hagyd nyugodnak kamerát közt. Így fogunk mi csendben lenni, és a bajoktól messze lenni.